Nemmel szavazott a kormány átalakításra a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti frakció vezetője hétfőn éjjel a szerbiai parlamentben. A VMS nem támogatta az új kormánytagokat parlamenti felszólalásokban is elmondták a VMS-es képviselők elvárásaikat, egyebek mellett az uniós integráció, vajdaság kérdése és a mezőgazdaság rendezése szerepel a prioritások között. Mi azt tűztük a az zászlónkra, hogy ellehetetlenítjük azt, hogy négy év múlva a külföldiek földterülethez juthassanak Szerbiában. Ez egy olyan megoldás, amelyre egyik ország sem volt hajlandó az uniós csatlakozást megelőzően. Kisebbségi kérdésekben továbbra sincs kivel tárgyalni a VMS-nek. Pontosabban nem elég egy emberrel tárgyalnia. Az átalakított szerbiai kormánynak sincs kisebbségügyi minisztere. A kultuszminiszterrel, az oktatási miniszterrel kell majd megállapodásra jutni, például a tekintetben, hogy a művelődésről szóló törvény módosítható-e, hogy a médiatörvények megfelelnek-e majd annak az alkotmányos elvnek, hogy nem csökkenthetők a kisebbségi jogok. Az ország pénzügyeit illetően Pásztor Bálint úgy fogalmazott, a kormány és a koalíciós partnerek mindegyikének bátorsága szükséges ahhoz, hogy az új tárcavezető Lázár Krisztics ráncba szedje a szerbiai kasszát. Van arra esély, hogy ez az ország elinduljon előre, rengeteg még a kérdőjel, de azt gondolom, hogy ennek a fiatal embernek az eddigi pályafutása reménykeltő lehet. A fiatal pénzügyi szakember megszorításokat jelentett be. Azt mondta, enélkül az államháztartás összeomlik. A megszorító intézkedések között szerepel a többi között a pénznyelő közigazgatás, eddig csak halogatott szerkezeti átalakítása.